Üdvözlök mindenkit! Nem tudom, hogy emlékeznek-e még arra, hogy amikor azt ígértük, hogy a Jászságba megyünk az ördög háromszögének nevezett területre, Jászapáti városába demonstrálni, akkor Jászapáti polgármestere, illetve a térség fideszes országgyűlési képviselője Pócs János megakadályozta azt, hogy felvonulást tartsunk a városban, ahol egészen elképesztő állapotok uralkodnak, és pattanásig feszült a helyzet a cigány, illetve a magyar lakosság között. Pócs János, fideszes, tehát kormánypárti országgyűlési képviselő akkor arra hivatkozott, hogy azért akadályozzák meg a felvonulásunkat, és azért ne jöjjünk Jászapátiba, mert ő személyesen garantálja a jászapáti, illetve a környéken élő magyarság biztonságát. Hát most aztán kiderült, hogy még a saját családjának a biztonságát sem tudja a településen biztosítani, hiszen kiszivárgott, hogy az elmúlt hétvégén, szombaton éjszaka a saját házának az udvarára tört be három bűnelkövető, akik megtámadták a képviselő lányát, illetve baráti társaságát, akik éppen ott tartózkodtak az udvaron. Erről egyébként most láthatnak is kamerafelvételeket, amelyeket azóta próbálnak eltávolítani az internetről, de azért szerencsére az internet megőrizte azokat a felvételeket, amelyeket most látnak, és amit Pócs János, fideszes országgyűlési képviselő személyesen osztott meg a Facebook oldalán. Ebből látszik, hogy hogyan bántalmazták egyébként súlyosan nem csak a képviselő lányát, hanem a lányával együtt tartózkodó baráti társaságát is. Ez tehát nyilvánvalóvá teszi, hogy nekünk volt igazunk, és nem csak a Jászságban, hanem Magyarország számos pontján elképesztő állapotok uralkodnak, amelyekből nagyon sokat bemutattunk már eddig különböző videókban, és ott van például szintén a napokban halálesettel végződött két cigány család összecsapása két egyházán, tehát Békés megyében. Ez is mutatja tényleg, hogy az ország bármelyik pontján előfordulhatnak hasonló esetek. És nézzék meg végezetül majd azt a videót, amelyben a Pócs János lányára, illetve baráti társaságára támadó elkövető édesapja ítéli el a tettet. Mielőtt ezt a videót megmutatnám, azért csak annyit, hogy itt egyedül világosan látszik, hogy csak a mi hazánk hozhat rendet az országban. Vártunk már eleget, 11 éve várunk arra, hogy Pintér Sándor belügyminiszternek igaza legyen, és két hét alatt rendet tegyenek. Nyilvánvaló, hogy csak a mi hazánk rendteremtő programja, a szigorúbb törvények, a halálbüntetés visszaállítása és a szibériai bérraptartás hozhatja el azt a rendet, ami majd megszünteti az ilyen garázda támadásokat, megszünteti azt az állapotot, hogy a cigánytelepeken a cigánygyerekek előtt egyfajta modellként, példaként mutassák be a börtön életet. Azt hiszem, hogy az oroszországi büntetés végrehajtási intézetekből hazatérő bűnözők már nem fognak dicsekedni azzal, hogy milyen jó volt egy ilyen oroszországi börtönben. No hát akkor ezek után következzék tehát Pócs János, fideszes országgyűlési képviselő, családjára támadó, elkövető édesapja, ítélje el ő megfelelően a fia tettét. Azt hiszem, hogy ez mindennél többet fog érni. Sztojka Zsolt vagyok, hát elég sajnálatos módon kell önökkel megközelnem, ami történt most a napokban. Hát egy kisebb sieségek, megint elcsúranások csörtentek, de elég szégyen a mi számunkra és a kisebbség származásúakra főleg. Hát most főleg én nekem is, mert mivel az én fiam most benne volt ebben a kedvenc vagy édes büfének a palhéjában. Hát annyit szeretnék először is hozzáfűzni, tisztelettel köszöntöm Jászapáti Pócs János urat, hogy amilyen méltóság vagy módság lehetne ezekre a mocskos patkány féregekre, akik megjelentek az önöknek a birtokukon, rendezvénytartás volt ott valamilyen magán rendezvény, és ezek a mocskos férgek betolták oda pofájukat, váratlanul, akiket nem is voltak oda semmi joguk, és utána úgy érezték magukat, mint ők grófó királyok lettek volna. És ezért kérem a tisztelt Pócs János urat, ezek a senki háziakra, mivel hogy ezek a senki háziak is voltak, mert lesznek, mert maradnak is, ezek az emberek, ezek egy undorító patkányok, hogy a legméltóságos büntetés legyen szíves rájuk, megadatni, ami ő rájuk vonatkozik. Főleg arra a mocskos, piszkos lányra,
aki az ön lányát megsértette, az nem is lány volt, az olyan lett, mint egy kiképzett tanár. Felelősségre vonta őket, pofozgatta, haját húzta, üvegeket tört. Hát mit kézelünk, hogy 21. században? Ez gyilkos ez a nő, gyilkos. Előre szándékos, gyilkos. Ennek nem még, hogy gyerekeket nevelt volna, nem is tudja, mi az a emberiség módszer. Így kell viselkedni egy nőnek, egy szórakozó helyen. Hát emberek nem csinálják így. Képviselő embernek a házánál. Főleg egy országgyűlés képviselő úrnak a házánál. Tudják ezek, hogy mit követtek ezeken egyáltalán? Ezek a bocskos virgák. Hát ezt nyilatkozom önöknek már minden nap, ezt kell nyilatkozom, hogy a kisebbség származásnak nem számít nekik semmilyen hivatalos emberek. Ezeknek tudják mi kell? Egy jó verés, kezit lábukat el kell egy törött helyszínre. Nem kell őket kémelni, és többet ilyet nem fog előfordulni. Utána el kell őket vitetni a picsába ezeket a szar galéjokat. Nem elég volt, hogy önöket, ön segíti ezeket az embereket, ilyeneket, és magukat sértik meg. Ezekkel mocskok ilyen. Örülnének ilyen országgyűlő képviselőnk, mint a Jászapán és a Jászában. Ilyen nincs is megyében, mint a Pócs János úr. És ez a hálánk nekünk. Mit kézelünk mi magunkról? Visszajönünk a jóságunkkal? Ezek a mocskos férgek által-e? Az a fiam is benne van, az a mocskos undorító fényzék patkány. Nem tudom, de nagyon mérges vagyok most erre, nagyon. Vérnyomás, amit kezd félmén érzem. Nagyon veszélyes. Éhes is lettél. És kérdeztem ezt a mocskos férget, adtam neki két nagy füles begyött hozzánk, ő nem úgy mondtam, ne hazudj mondom a kurva anyárat, hogy képzeltett ezt el. Kapott is két nagy füles is kiszaladt. Szóval miközben van nekem hozzá? Réva szaladt ki az a mocskos undorító patkány. Azt mondta, hogy nem tudja, hogy mit csinált, mert a lányon iszogatott még abban a gyerek, hogy mit csináltak, mert ő nem tudja. Lerontották. Mert ezek nagyon nagy hatású, ez a kép, főleg az Anita még a férje. Ezek nagyon csibész módon élnek itt Jászapártiban. Úgyhogy ennyit szerettem volna csak hozzáfűzni itt Jászapárti lakosokhoz, főleg a Pócs János úrhoz, amit történt. Hát elég sajnálos.